Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. A három kérdőjeles jóslás. Mi az ő gondolata, hogyan érzi magát, és mit fog tenni? Ez egy általános kivetés, de megvan arra a lehetőség, hogy kérj tőlem egy személyes jóslást. A díjam minden jóslásnál 4000 forint. Indiai asztrológiával együtt 10 000 forint. És akik megrendelik nálam a havi ingyenes hírlapot, minden hónapban kapnak kedvezményt 10 000 forint helyett, 6 000 forintért egy jóslást és ehhez egy asztrológiai elemzést. Amit megemlítenék, hogy mi a fontos február 2-án, hiszen ez a videó február 2-án jelenik meg. Az indiai asztrológiában vannak holdházak. Ezen a napon 2-án a hold, ami kihat a napjainkra, a Svati holdházban található. Ez a szanszkrit nyelvből van, és lefordítva azt jelenti, ami a mi énünk, és a mi lelkünk. És ez hat ki erre a napra a hold mozgása által. Tehát a Svati holdház. Fontos a mi énünk, ami önbizalmunk, ami fellépésünk, de vannak itt lelki dolgok is. Ezen a napon, amikor a videó megjelenik, február 2-án a Merkur bolygó és Neptun bolygó egy szoros kapcsolatban áll egymással. Ez egy jó kapcsolat. Egy úgynevezett szextil kapcsolat. Viszont más az energiájuk. Merkur bolygónál vannak cselekvések, tanulás, vannak tervek, beszélgetések, termínek, szerződések, és ezekben a dolgokban tulajdonképpen fontos, hogy tisztázzunk valamit. Viszont Neptun bolygó hatása alatt nem lehet bizonyos dolgokat tisztázni, mert Neptun bolygó olyan titokzatos, olyan átláthatatlan. És az lehet az is, hogy vannak most ilyen titkos találkozások vagy szerződések, például a politikában ez is előfordulhat. Viszont ami a párkapcsolatot illeti, ez a Merkur-Neptun kapcsolat jót jelenthet, hiszen Neptun bolygó utal az álmokra, a vágyakra, az elképzelésekre, és most megvan arra a lehetőség, hogy ezekről a dolgokról beszéljünk egymással. Neptun bolygó hatása alatt néha kábítószerről vagy alkoholról is szó van, lehet, hogy ezekről a témákról is fontos most beszélni. Amiről még beszámolnék, hogy február 3-án lesz egy úgynevezett portálnap, és indul egy 10-es sorozat. 10 napon keresztül minden nap van ez az energia, amikor a mi földünk kapcsolatban áll a plejádokkal. Ennek van gyógyító ereje, és itt kinyílik egy égi kapu egy spirituális területre. Az, hogy mikor van egy portálnap, az a maja naptárból van, mert ők számították ezt ki. Én naponta beszámolok a Facebook oldalamon erről a maja naptáról, ha téged érdekel ez a téma, naponta odafigyelhetsz rá. Megtalálod a Facebookon Dendera Susanna Medici.
És most megnézzük azt, hogy mit mutatnak a kártyák. Az első kérdés úgy hangzott, hogy mi az ő gondolata, mi az ő terve, az itt felül látható. Itt a park jelenti a nyilvánosságot, vagy lesz egy találkozás a nyilvánosságon, vagy ő úgy tervezi, figyeli, hogy te hol vagy, és úgy tesz, minthogyha ez a találkozás a nyilvánosságon egy véletlen lenne. A nyilvánosság az jelenti az elismerést is, hiszen ő fellép a nyilvánosságon, és elvárja azt, hogy mások észrevegyék őt. Itt a lilium virág jelenti a tisztaságot, tiszta gondolatokat, jó szándékokat, vagy szeretne veled tisztázni valamit. Amit a lilium virág még jelent, a szexuális témák. Lehet, hogy erről is akar nyíltan beszélni veled. A második kérdés úgy hangzott, hogy milyenek az érzelmei, hiszen itt bepillantunk az ő érzelmi világába. Itt látható a gyermek, az jelentheti a gyermekeket is, itt a gólyával együtt, például egy kisbaba születését, vagy ő ezt szeretné. A gyermek jelentheti a gyermekkori emlékeket is, és a gólya jelenti a változásokat. Lehet, hogy lezárja a szomorú emlékeket, és itt van ez a tisztító hatás, tehát vannak nála jó szándékok, szép érzelmek. A gyermek jelentheti a fiatalos kisugárzást, vagy az ártatlanságot is. Vagy nála vagy, ő úgy érzi, hogy te vagy ártatlan, hogy nálad van meg ez a fiatalos kisugárzás. Amit a gyermek még jelent, egy új irány, egy új kezdet, és a gólya jelenti a változásokat, erről nyíltan beszél veled, így tisztázódnak bizonyos dolgok, ami a jövőt illeti, hogyan tovább. És mit fog tenni? Ha te egy hölgy vagy, akkor ez a férfi utal a te lelki társadra. És nála van meg ez a magabiztos fellépés. Itt is megvan az a kívánság, ugyanúgy, mint a parknál, a nyilvánosságnál, hogy észrevedd őt, hogy felnéz rá, vagy dicsérgesd. Itt ez a horgony jelenti a biztonság érzetét, hiszen ő úgy gondolja, köztetek meg lesz a stabil párkapcsolat, nálad le tud horgonyozni. A horgony az jelenti néha a munkát vagy a hivatást is, lehet, hogy ott kell tisztázni valamit, elvárja az elismeréseket, lesz változás, egy új kezdet. Mi fűz össze benneteket, az itt látható a magyar kártyán, amit a férjem készített tavaly, hiszen én annak idején elmondtam neki, hogy régen a magyaroknál más betűk voltak. Ez az úgynevezett rovás írás. És mutattam neki ezt az ABC-t, és mivel ő német, ő jobban a rúnákkal van összefüggésben, és felfedezte azt, hogy a magyar rovás írás hasonló, mint a germánoknál a rúna, ami szintén betűt jelent, de van szimbolikus jelentése is a rúnáknak. És így készült el ez a kártya, az ő tervezése, az ő ötlete, és most megmutatom, hogy melyik betű és melyik szimbólum látható ezen a kártyán. Ez volt régen a betű, és I betűt jelent. Most gondolkodj el azon, mit jelent számodra az I betű. Ez lehet valakinek a neve, mint például Ilona, vagy Imre,
vagy lehet egy helység is, most nem jut eszembe egy falu vagy egy város I betűvel, de biztos, hogy nálatok eszetekbe jut egy helység, azt leírhatjátok a kommentárba. Mire emlékeztet titeket ez az I betű? Ez lehet egy fogalom is, mint például az idő. És most mutatok egy kártyát, hiszen ez nagyon érdekes. Ez a rúna nagyon hasonló ehhez a rovás íráshoz. Itt van ez a rúna szimbóluma, és tényleg itt van az idő, hogy most eljön annak az ideje, hogy legyenek nagyobb változások, döntések, egy sors döntő változás, hiszen ez most nagyon-nagyon fontos. Amit én látok itt ezen a képen, például ez a vonal jelentheti az életútunkat. És most az életútunkon kereszteződik valami. Az lehet egy külső behatás, az lehet egy találkozás, vagy lehet egy új irány, amikor döntéseket hozunk, és ennek most eljött az ideje. Kíváncsi vagyok, hogy mit jelent számotokra ez a szimbólum, illetve az I betű. Örülnék annak, ha leírnátok a kommentárba, annak is, ha lájkoljátok a videót, hogy tetszett, vagy feljelentkeztek a csatornámra, és írjátok le az ötleteiteket, hogy melyik jóslást tetszik nektek, vagy milyen témát kellene megbeszélni így a kártyák alapján, akkor kitérek erre is. És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!